Eztok, több hozzászólóm kért arra, után tudtok nézni a különböző videók alatt, hogy ifjabb Lisztes Krisztián és az Eintracht Frankfurt kontaktjáról, szerződéséről vagy lehetséges szerződéséről beszéljek nektek. Hát az első, amit el szeretnénk mondani, az az, hogy az, ami a sajtóban megjelent, ha igaz, természetesen ugye, mert mindig hozzá kell tenni, hogyha igaz, akkor arra utal, hogy egy nagyon átgondolt és nagyon jó sinen történik Lisztes Krisztián ügyének az intézése, és azt gondolom, hogy ez minden fiatal magyar tehetséggel így kell, és így kellett volna korábban is, hogy történjen. Azt hiszem, hogy ez a, ez a helyzet, ha ez tényleg így van, akkor megerősíti ami, azt, ami az eredményekből is látszik, tehát, hogy kialakulóban van az elmúlt 10-15 évben egy új magyar futballkultúra, amelynek van súlya és van szerepe az európai labdarúgásban, és most már odáig jutottunk, hogy nem csak az a cél, hogy a tehetségeinket minél előbb olyan klubokhoz passzoljuk el, akik nagy pénzt adnak értük, hanem az is egy cél, hogy megfelelő helyre kerüljön, és megfelelően illeszkedjen be az új csapatába. Biztosan emlékeztek, hogy jó húsz évvel ezelőtt az ifjabb Lisztes Krisztián helyett, ugye az édesapja, az idősebb Lisztes Krisztián hasonló dilemmákkal küzdött, és akkor Vargazoli nem véletlenül mondta azt, hogy még egy kicsit kellene a Fradiban edződnie, akár éppen az ő keze alatt, és akkor igazi Bundesliga játékos lesz. Hát valóban Krisztiánnak el kellett tennie még pár hónapnak az idősebbnek, mire valóban be tudott illeszkedni, és hatékony fogaskereke lett a saját csapatainak óriási Bundesliga karriert futott be, tehát egy egyszerű Wikipédia kereséssel, ha megnézitek, akkor is látjátok, hogy hány meccsen játszott Lisztes, hány gólt rúgott, és az még nem fejezi ki egy ilyen keresés azt, hogy mennyire fontos része volt ő több Bundesliga csapatának is. Nyilván ezt kívánjuk az ifjabb Lisztes Krisztiánnak, se igazak a hírek, hogy az Eintracht már egy nagyobb összeget letesz pár hónapon belül Lisztesért, és ha ugye 24-ben oda kerül az Eintracht Frankfurthoz, ahol sokan détári utódját látják benne. Én azt hiszem, hogy egy teljesen más típusú játékosról van szó, tehát aki mondjuk détárit az ifjabb lisztessel összekeveri, az, az nem is tudom, tehát inkább nem mondok semmit annak a foci tudása kapcsán, hiszen hiszen ugye Détári egy irányító középpályás volt, aki fantasztikusan rúgta a szabadokat, Ifja Brüsszes Krisztián pedig egy vérbeli befejező csatár, aki éppen a kapu előtt nem ijed meg, és éppen ott a megfelelő helyzetben tudja értékesíteni a kínálkozó lehetőséget. Visszatérve a lényegre, tehát kétszer fizetnének érte, és ugye a nagyobb összeg az nyilván akkor kerülne a Fradihoz, amikor átkerül az Eintracht Frankfurtba, és aztán is még bizonyos összegeket kapnának lisztesért, ami akár végül, ahogyan az Üléút 129 is azt megerősítette, ez akár 10 millió euróra is rúgna. Azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, és a továbbiakban minden egyes magyar tehetség kapcsán hasonlóan igényesen, hasonlóan részletesen, hasonlóan alaposan kellene eljárni. Mert ezek a játékosok, és ezen most sokan kapaszkodjanak meg, mert nem szeretik a nagy szavakat, ezek a játékosok szó szerint értendő nemzeti kincseink. Hiszen ezekből aztán később olyan játékosok lesznek, akik nem csak a saját nevüket, hanem a magyarság hírét, nevét is viszik a világba. Menjetek fel egy átlagos Liverpool oldalra, és azt fogjátok látni, hogy folyamatosan megy a szöveg, hogy akkor ez most melyik országból van, meg hogy kell kiejteni a nevét. Ugye? Tehát ez önmagában mutatja azt, hogy egy-egy jó játékos a lehető legjobb országi más. Puskást a világon mindenhol ismerték, viszonylag kevesebben tudták azt, hogy ő magyar, de sokkal többen tudtak Magyarországról Puskás által. Úgyhogy legyünk körültekintőek, és másról meg örüljünk annak, hogy most már létezik egy magyar futballkultúra, amelyből ezek a játékosok megfelelően kipárnázott, megfelelően kialakított utakon tudnak nyugatra kerülni. A mai mérkőzésre pedig Lisztes Krisztiánnak minél több gólt kívánok, remélem, hogy minél több időt a pályán tölt, minél több nemzetközi rutint szerez ezáltal, és általában is a Fradinak egy szép, nyugodt győzelmet kívánok, ami nem fog feltétlenül hat gólos lenni, de nyerjék meg ezt a meccset, egy kicsit a szurkolóknak is legyen idegnyugtató, és aztán megyünk tovább. Nagy valószínűsége az ágész szellem. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ha tetszett nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt, tehát a számon vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, az olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá is, ifjabb Lisztes Krisztián, hajrá Fradi, a jó is áldjon meg mindenkit.